Hát úgy érzem, hogy ezen a mérkőzésen egyáltalán nem volt ma velünk a szerencse. Az első 35 percben úgy érzem, nagyon jól játszottunk, helyzeteket dolgoztunk ki. Sőt, azt is mondhatom, hogy az első 35 percben eldönthettük volna a mérkőzést. Ezt nem tettük meg, kaptunk egy buta gólt, de még talán a góltól is rosszabbul jött nekünk, hogy kiesett az egyik védőnk, megsérült, és változtatni kellett. Sajnos kevés védőnk van, a kispadunk is elég rövid, úgyhogy ez meglátszott azt hiszem a csapat játékán is. Aztán a második fél időben nem igazán játszottunk jól, siettettük a játékot, és ez nem a mi malmunkra hajtotta a vizet. Aztán ugye volt ez a pontrúgásból, amit gólt kaptunk, a másodikat, és utána már a Diósgyőr könnyebben játszott, és hát a második félidő alapján ugye akkor már könnyebb volt nekünk.